Szeretettel köszöntök mindenkit, köszönöm, hogy ennyien eljöttetek ma este. És szeretném az életet egy járműhöz hasonlítani. Amikor megszületünk, nagyon gyakran ezt a járművet nem látjuk. Nagyon gyakran ennek a járműnek nem is tudjuk, hogy hol van a kormánya, miben ülünk, hol van az ajtaja, van-e egyáltalán biztonsági öv. És amikor megérkezünk ebbe az életbe, akkor nagyon sokan segítenek nekünk. Ha jól csináljuk, akkor előbb-utóbb megtaláljuk, hogy hol van a gáz és a fék, milyen irányban szeretnénk menni, és megtaláljuk a biztonsági övet, amit hol bekapcsolunk, hol nem. Ha jól csináljuk, akkor előbb-utóbb mi leszünk azok, akik segíteni tudnak másoknak. És jó szívvel, jó szándékkal nagyon sokat dolgozunk ezen a járművön, megpróbáljuk megtalálni az összes kerekét, hogy egyik se hiányozzon, megpróbáljuk az útra is rátenni, hogy az aszfalton maradjon, vasúti átkelőhelyeknél lelassítsunk, és előtte körülnézzünk. De igazából egy valamire mindenkinek szüksége van, az indító kulcsra. Nagyon pici az az indító kulcs. Nagyon nagy az a jármű. De hogyha azt az indító kulcsot nem teszem be a helyére, és nem fordítom el, akkor az a jármű soha nem fog elindulni. Vagy másoknak kell húznia, vagy fönt van egy szállító járművön, és az viszi. És ezt a kulcsot, ezt hívjuk az énnek. Ezt a kulcsot tesszük be a járműbe, elfordítjuk, és azt mondjuk, hogy ezt akarom, erre akarok menni, ezeket az embereket akarom magammal vinni. Ezekkel a járművekkel szeretnék egy úton menni. De amíg ez a kulcs nincsen kimunkálva rendesen, addig az énünk nem illeszkedik az életbe. A kulcs nem tudja elindítani rendesen a járművet. És a gyakorlat nem más, a meditáció nem más, az ösvény nem más, mint ennek az énségnek a letisztázása, hogy kik vagyunk mi valójában. Mi az, ami bennünk lát, hall, szagol, tapint, ízlel, gondolkodik, érez, cselekszik, beszél? Mi az? Mi az, ami egyszer azt mondja, hogy gyerek, utána felnőtt, utána öreg, aztán már nem mond semmit sem? Amíg ez az én nem tisztázódik le, addig ez a jármű nem megy rendesen nem találjuk az utunkat, minduntalan neki megyünk egy fának, sőt, ugyanannak a fának, körben-körben forgunk, körben-körben járunk, és nem vesszük észre. Azt, hogy nem vesszük észre, ezt hívjuk nem látásnak. A buddha, a zen tanítók, zenmesterek, a pátriárkák csak azt tanították, hogy ez a látás mindannyiunk számára lehetséges, hogy megláthatjuk az utunkat, kezünkbe vehetjük az életünk kormánykerekét, Megláthatjuk, milyen ülésben ülünk, kikkel ülünk együtt, és hogy milyen irányban megyünk. De ehhez az kell, hogy ez a kulcs, ez nagyon jól ki legyen munkálva. Megfelelő tolla legyen, hogy elfordítsa a szabad akaratnak a gyújtását. És hogyha tényleg azt akarom belül, amiben hiszek, akkor van rá energiám. Akkor meg tudom csinálni. Ha nincs energiám valamire, akkor nem hiszek benne. Ha nincs energiám valakire, akkor nem szeretem. És hogyha nem találom az indító kulcs helyét, akkor nem találom a helyét a világban. Nem tudom, hogy mit akarok. Az út nem más, mint önmagunk megismerése. De mi ez az önmagunk? Mennyit tudunk róla? Amikor pedig elindulunk az ösvényen, akkor kezd el a kulcs alakja változni, és nagyon sokszor belepróbáljuk ebbe a nyilásba. Nagyon sokszor egy-egy újabb énképpel próbálunk a világban közlekedni, és sokan elfogadják, sokan nem. Sokan szeretnek minket, sokan nem szeretnek minket. Mi az, ami bennünk változik, változhat, vagy változzék, és mi az, ami mindenáron maradjon ugyanolyan, ha a világ összeszakad, akkor is. Ha az élet válságba kerül, akkor is. Mi az, ami mellett kitartok, mert azt érzem, hogy ez az utam? Ki az, aki mellett kitartok, mert azt érzem, ő a társam? Ezek a kérdések döntik el az utunkat. És ehhez nagyon jól kell ismernünk a saját járművünket, és nagyon szép indító kulcsot kell reszelnünk abból a képből, amely szinte sohasem egyezik meg igazi önvalónkkal. Amennyi a távolság az önkép és az önvaló között, akkora a szenvedés. Minél nagyobb a távolság, a között, amit hiszek magamról, és az, ami valójában vagyok, annál nagyobbat szenvedek, mert annál nagyobbat hazudtam önmagamnak és másoknak. És minél kisebb a távolság az önképem és az önvalóm között, annál kisebb ez a szenvedés, annál kisebb ez a hazugság, annál igazabban élek, Annál jobban látok, és annál jobban láttatok. És hogyha eltűnik a kettősség, eltűnik az önkép és az önvaló különbsége, akkor élek eredeti, autentikus, világos életet. Nagyon sokan várják a csodát, nagyon sokan különleges tapasztalatokat szeretnének. A zen, az elmélyedés, a meditáció nem ezekről beszél elsősorban. Tehát itt nincsenek csodák, csak befektetett munka. És a hosszan, folyamatosan, konzisztensen befektetett munka eredményt hoz, és hogyha évtizedek távlatából visszanézünk, esetleg csodaszámba is mehet, de akkor már jobb, ha nem. Nagyon sokszor kívülről, másoktól várjuk a megoldást, és nem hisszük el, hogy az bennünk van. És az út kezdete pontosan az, amikor visszafelé fordítjuk ezt az energiát, és magunkban keressük a megoldást de ehhez először a problémát kell megtalálni. Erre nagyon kevéssé vagyunk hajlandóak. Nagyon sokszor a másikban keresjük a problémát, és valahol fölöttünk vagy mellettünk a megoldást. Mi lenne akkor, hogyha magunkban nézvén bűntudat és reménykedés, önáltatás és önmarcangolás nélkül tisztán látnánk, és meglátnánk a probléma gyökerét és a megoldás gyökerét ugyanott, ugyanúgy önmagunkban, és ekkor tudunk egymásnak érdemben segíteni. Az zen tehát a látás útja, a nem ellentétekben való gondolkodás útja, ahol meglátjuk a karma természetét, és a legfőbb, amit a karmánkról tudnunk kell, hogy azt mi teremtjük közösen, egymásnak, ezen a Földön. Ez az út, Semmi más, mint önmagunk és a világ megismerése. És hogyha helyes ismerettel rendelkezünk, akkor tudjuk ezt az indító kulcsot recsegés, karc és beletörés nélkül elfordítani ebben a nyilásban, és akkor elindul a motor, elindul az élet, igazából úgy érezzük, hogy élünk, és nem csak vegetálunk. A zen kérdésekkel dolgozik, sokkal inkább mint dogmákkal, hitelvekkel és abszolút értékű kijelentésekkel. Ahogy azt az előbb említettem, a legfontosabb kérdés, hogy mi ez? Mi ez, ami most hallgat bennünk? Mi az, ami éppen most lát, hall és a többi? Rengeteg más kérdést is föl lehet tenni, mert a kérdések kinyitják a tudatot. A kijelentések, főleg az abszolút értékkel, abszolút igényel föllépők jelentések lezárják a tudatot. És ott, ahol azt vakon elhittük, ott az életünk is megvakul. Ott az életünk is egy vakfoltal rendelkezik, mert nem mertünk kérdezni. És így nincs tapasztalatunk sem, nincs válaszunk sem. Az zen tehát a tapasztalás útja. Olyasféle transzcendens szellemi tapasztalat, ami azzal kezdődik, hogy az ég kék, és a fű zöld, és bejárjuk az utat, és azzal végződik, hogy az ég újra kék, és a fű újra zöld. És közben átláttuk önmagunkat, a saját labirintusunkat, néha pokorra szálltunk, és néha a mennyekbe, de mindenhonnan visszajövünk ebbe a pillanatba, mert ebben a pillanatban van a megoldás. Csak is itt és most tudjuk felfedezni azt, amitől emberek vagyunk. Amitől azt mondjuk, hogy én, a felismerjük azt, hogy más. Tehát a nem tudható, de tapasztalható lényeg útja a zen, és hogyha ezt a tiszta, tükörszerű, térszerű tudatot tapasztaljuk, akkor helyesen ismerik fel a helyzetet, helyesen teremtünk kapcsolatot, és helyesen cselekszünk. Helyesen cselekszünk gondolatban, érzelemben, fizikailag, tettekben, és helyesen beszélünk. Mitől helyes? Attól helyes, hogy nem termel több szenvedést. Attól helyes, hogy megoldja a problémát. Attól helyes, hogy úgy érje el a célját, hogy ez nem mások veszteségére, kimerítésére vagy megsemmisítésére törekszik. És nézzük meg az ember életet a Földön. Nagyon sokszor nem így cselekszünk, nem így gondolkodunk, nem így érzünk, és végképp nem így beszélünk. Nem lehet tehát elmondani, kívülről, hogy mi a helyes. De oda vezethetjük magunkat a tapasztalás szélére, és beléphetünk a tapasztalás kapuján az útra. Úgyhogy, ha ezzel kapcsolatban bárkinek kérdése van, a zennel, a meditációval, a tudattal, a lélekkel kapcsolatban, akkor azt tiszteletek kérem, hogy tegye föl, és legjobb tudásom szerint igyekszem megválaszolni. A kérdés az, hogy elérhetjük ezt a pontot, az életünkben, a mostaniban, amiután már csak szeretet által tapasztalunk, vagy a szenvedés mindenképpen benne kell legyen. Azt el tudjuk kérni, hogy mi szeretettel viszonyulunk a világhoz, de azt nem várhatjuk a világtól, az emberektől, hogy ők is csak ezt tegyék velünk. A legfontosabb az, hogy bennünk, a mi szívünkben mi van. A legfontosabb az, hogy a magunk karmáját tisztítsuk ki nem várhatjuk a világtól, hogy mindig minden pillanatban így viszonyuljanak hozzánk. Tehát fogunk szenvedést kapni, fogunk méltánytalanságot, igazságtalanságot elszenvedni. És a mi dolgunk az, hogy ezt átalakítsuk magunkban szeretetté, együttérzésé és bölcsességé. Erre képesek vagyunk. Ennek a kohója, ahol elolvasztom a kést, és egy fényvasalót öntök ki belőle, ezt hívjuk a lényegnek, a lényeg tapasztalásának. Tehát a pillanatnak van egy olyan lehetősége, hogyha csak is ide most koncentrálunk, akkor a múlt, a jelen és a jövő összes karmája, amit látnunk kell, az megjelenik. És innentől kezdve képes vagyok arra, hogy a felém jövő impulzust lebontsam, és utána ugyanabból az energiából felépítsek valami mást ezt meg tudom csinálni, de a világnak nem tudom megmondani, hogy én már szeretlek, úgyhogy te is csak szerethetsz engem. Ezt nem lehet diktátumban kimondani, különben az egész átfordul valami teljesen másba. És nagyon gyakran az igazságérzetünk, az egyensúly érzetünk azt mondja, hogy én már megoldottam, miért viszonyul hozzám még a világ így? Azért, mert a visszhang még nem ért teljesen a végére, még nem Halkult el. Néha az ember elkiáltja magát, és percekig visszhangzik a völgyben, hogyha jól figyel. Néha teszünk valamit, és évekig visszhangzik az életünkben, úgyhogy mi már rég megszüntettük annak a forrását, már rég megváltoztunk. De a következmény szintjén még mindig jönnek vissza olyan dolgok, amik abból a pillanatból, abból a momentumból származtak, amikor még nem cselekedtünk helyesen, nem beszéltünk helyesen. Másképp viszonyultunk az emberekhez. Úgyhogy ezért van szükség türelemre, kitartásra, és arra a fajta hitre, amely tapasztalati alapú, ami nem vehető el, ami nem írható fölül, nem változtatható meg szóval. És az a fajta hit, azaz igazi önvalunk tapasztalatából származik, és csak abból származhat minden más név és forma, minden más mulandó, minden más keletkezik, változik és lebomlik. De hogyha tapasztaljuk azt, amely mindent képes asszimilálni és mindent képes kibocsátani magából, akkor meg tudjuk oldani ezeket a látszólag megoldhatatlan problémákat. Ezért a zen nagyon szereti a paradoxonokat, nagyon szereti azokat a kibékíthetetlennek látszó ellentéteket, amelyeket aztán kibékít, amelyeket megold. Mert a jónak és a rossznak ugyanaz a lényege, csak az egyik a világosba fordult, a másik a sötétbe. Az egyik a harmóniába, a másik a diszharmóniába. De mi az, ami ezt a kettőt teremti? Elsőfogon azt kell tapasztalnunk, hogy mi az, ami ezt a kettőt látja, mert ami látja és ami teremti, az végső soron ugyanaz. De ezt ugyanúgy nem érzékeljük ugyanolyannak, mint az önképet és az önvalónkat, hogy a világ képét és a világ keletkezését. Ezeket teljesen széttagoljuk. És amíg nem hozzuk ezeket közös nevezőre, addig nem fogunk meggyógyulni a magunk által teremtett betegségekbe. Egyéni, családi, társadalmi és civilizációs szinten egyaránt. Úgyhogy ezért van óriási jelentősége annak, hogy amilyen hatást kapunk, azt ne csak szokásból dobjuk tovább másoknak, mert ha itt teszünk, akkor a szenvedést megnöveljük, akkor bosszút állunk, akkor rontunk, akkor nekünk állandóan igazságunk van még azon az áron is, hogy a másik szenved. A felébredés és felébresztés az ilyen szinten ugyanaz. Jó. Egyéb kérdés? Honnan lehet tudni, melyik a helyes út? Mit szeretnél, melyik úton szeretnél indulni. Nem tudom. Akkor nem tudod, hogy melyik a helyes út. Azért kérdeztem, hogy melyiken akarsz elindulni, és az akaratod dönti el. Mit akarsz? Mit szeretnél elérni? Kivé szeretnél lenni, milyen életet szeretnél élni. Általános értelemben helyes és helytelen út nincs. De ha segesvárra akarsz menni, és valahol plojást bejutották, akkor biztos, hogy nem a helyes úton mentél. Ez csak ahhoz képest helytelen, hogy segesvárra akartál menni eredetileg. Az embernek belül kell megtalálni azt, hogy mi a dolga, miért született meg, hogyan vigye az életét, és ahhoz képest van helyes út. Utána van a módszer, az a hozzáállás, az a viselkedés, ahogyan a világhoz, az emberekhez viszonyulunk. Mit akarsz? Ne nekem mondd meg, magadnak. Jó? Akkor a helyes út megjelenik. És aztán csak óvatosan lépésről lépésre. Ha rátalálunk önmagunkra, és a szeretet fogja vezérelni minden gondolatunkat, cselekedetünket, a test úgymond épsége, betegségek ellen, milyen? Szóval én a betegség és a léleknek az összefüggését szeretném tudni, hogy nagyobb valószínűséggel jól fogjuk érezni magunkat a bőrünkbe. A valószínűsége megvan, de a szükségszerűsége nincs, ugyanis néha tudunk úgy szeretni, hogy belebetegszünk. Amikor állandóan viszonyzást várunk? Ugye? Ö, nem, nem erre gondoltam, hogy viszonzás nélkül, mikor elérjük azt, hogy mi csak azért szeretünk, mert szeretünk szeretni, és nem várunk viszonzást érte. Talán maradjunk annyiban, hogy azért szeretünk, mert ezt látjuk helyesnek, vagy helyesebbnek minden más hozzáállásnál. De ez a nagy szeretet, ez nem csak egy ilyen simogató, tutuigató, állandóan örömszerző érzelem. Ezt mert mindenki tudja, aki legalább egy gyereket fölnevelt, vagy van egy kutyája otthon, vagy állandó, valamilyen szintű társkapcsolatban él. Tehát a szeretet az néha azt jelenti, hogy elképesztően keményen leülünk egymással szemben, és mindent megbeszélünk az utolsó atomig. Vagy ha már nincs mit megbeszélni, akkor hallgatunk, és nem fecséreljük a szót. Mi a szeretet? ahányan vagyunk ebben a szobában, annyi félét gondolhatunk erről. De az, amikor két lélek összekapcsolódik, és két lélek egyszerre keresi az útját, az egy korrekt párkapcsolat. Amikor több lélek összekapcsolódik, és egy közösség egyszerre keresi az útját, az egy helyes szanga, egy helyes gyakorló közösség. És ez az, amikor a lélektől lélekig való kapcsolat feleslegesé teszi azt a kétséget, azt a sok-sok gondolkodást, hogy mi a szeretet, mert érzem, és a másik is érzi, és szavak nem férhetnek hozzá. Amit kérdeztél a lélek egészségéről, az a látással hozható összefüggésbe. Tehát ha látom azt, hogy én teremtem a gondolataimat, az érzelmeimet, én cselekszem, és én beszélek, és ez az én letisztul, akkor sokkal kevésbé leszünk betegek. Tehát itt van összefüggés. Ugyanis uh, szakszóval a pszichoszomatikus betegségek azok mind tudatalá lefolytott problémákból származnak. Tehát amikor nem vagyok hajlandó szembenézni magammal, akkor érzelmileg vagy gondolatilag elfolytok olyan problémákat, amelyeket uh, kínosnak, megoldhatatlannak látok, gondolok. És ekkor a tudattalanban szépen tesz egy kört, és hogyha megint feljön, és nem figyelek rá, nem vagyok hajlandó elismerni, ahogy hallottuk a bevezetőben, nem vagyunk hajlandóak őszinték lenni önmagunkkal, akkor a puszta érzésből betegség lesz. Ennek több szintje van. De hogyha finomabb figyelmeztetésre nem hallgatunk, akkor majd lesz keményebb. Akkor majd a testre levisszük, és megbetegítjük magunkat. Úgyhogy, ha nem számoljuk fel az állandó aggodalmat, az állandó ö, kétségbeesést, akkor a férfiak nagyon sokszor gyomorfekét kapnak, hölgyeknek egyéb problémáik szoknak lenni, és mindannyiunk a testből visszakapja azt, amit a tudatban nem oldott meg, amit a lélek magával visz, mint felesleges terhet. Az együttérző szeretet az gyógyír lehet, de az önmagában is egy termék. Honnan van annak az energiája? Honnan jön az, és az egyévált tudat, az önmagát feltárt tudat, a karmájától megszabadult tudat, az az a forrás, amiből ez az együttérzés származik, ahonnan ez a szeretet jöhet? Tehát nagyon sokan szeretnék ezt a szeretetet és együttérzést, is, és kifogyott a csomagból, kimerültem. Nem tudom már úgy kinyilvánítani ezt. És úgy érzem, hogy ha még egy lépést teszek ebbe az irányba, hogy csak jó legyek, és csak szeretettel forduljak a másik felé, akkor meghazudtolnám magamat. És ez nem biztos, hogy így kell, hogy legyen. Nem biztos, hogy ki kell merítenünk magunkat. És ez csak akkor történik meg, hogyha ezt az energiaforrás nem találjuk. És ez az energiaforrás, az egyévált tiszta tudat jelenléte ebben a pillanatban semmi más. Úgyhogy ezért kell a gyakorlat, mert a szeretet az hiába érzelmekben, és főleg érzelmekben jelenik meg, nem az a forrása. Honnan jönnek az együttérző érzelmek? Honnan jön a szeretetteli magatartás? Hogyha ezt nem találom meg, ha ezt nem élem meg, akkor kimerülök. És akkor a szeretet helyét a reaktív tudat átveszi, mert nem tudom energiával finanszírozni azt, amiben hiszek és akkor morcos leszek, és nyűgös, és dühös, és elszigetelem magam, és akkor hagyjanak békén, mert nem ért meg a világ, és nem szeret vissza, és az egész teljesen visszájára fordul. Fel kell tenni a kérdést, amikor egy ilyen állapotban vagyunk, hogy mi ez, honnan jön. És amikor ez a kérdés kinyitja a lelket megint, akkor kezdek el lefelé ásni addig a kincsig, addig a forrásig, addig az energiaközpontig, ahonnan ismét tudok szeretni, ahonnan ismét tudok együttérző lenni. Ahogy a rosszat ne adottnak, ugye a jót se mindegyik keletkezett. Honnan? Milyen forrásból? Azt a forrást találjuk meg. Ha gyakorlás közben elakadok, eltanácstalanodok, elbizonytalanok, akkor mit tehetek, hogy lerövidítsem ezt, a, ezt az időt? Most amit... Hozd helyzetbe magad. Mert hibát elkövetni. És akkor azon nyomban, hogy a gyakorlásnak mi a szerepe az életedben, azon nyomban nyilvánvalóvá válik. És hogyha a helyzet, a kihívás, az igénybevétel ezt nem teszi meg, akkor egy ember megfogja. Én azt szeretném kérdezni, hogy a gyakorlás a mindennapokban, illetve az élet életben versus vagy Akár felcserélhetően a konkrét forma formális gyakorlásra. Tehát, hogyha valaki elkezdi a gyakorlást, ugye ül, meditál, megtanulja a technikát. És egy idő után felcserélhetővé válik-e mondjuk a mindennapokban végzett tudati hozzáállás ezzel a szigorú formális meditációval? Illetve Nem csak, a... hogy felcserélhetővé válik, hanem át is kell folynia a mindennap élet minden mozdulatába. Hát amikor erről az alapkérdésről beszélünk, hogy mi ez, annak a teljes tanítása, mint instrukció, nem technikai, hanem lelki instrukció, az így szól: ülve, állva, járva, fekve, csendben, beszédben, álomban és éberen, folyamatosan megszakítás nélkül mi ez. És akkor már nem csak magunkra gondolunk, hanem minden, ami körülöttünk van, az ebben a tiszta, tükörszerű tudatban látszik. Akkor nincs külső és belső. Akkor kivittem a templom kapun azt a meditációt, amit belül végeztem. Tehát át is kell lényegülnie a gyakorlatnak a mindennapok tapasztalatába, mert az nem megoldás, hogy egy kettősségből egy újabb kettősséget gyártok le. A bennem lévő kétségekből egy templom versus világ kettősséget gyártok le. Ez nem megfelelő. Ez egy újabb szenvedésnek a forrása. Kettős vagy többes én képnek a forrása. Az viszont megint csak nem megy, hogy az ember egyszer csak egy nagyon szép napos pillanatban kijelenti, hogy mostantól fogva minden meditáció és ezért a formára nincsen szükségem. Most már nyugodtan ihatok sört bort és pálinkát, mert abból is meditáció lesz. Ezt másnap reggel az árokparton, amikor vakarja a fejét és megpróbál találni, ugye, akkor még egyszer átgondolja, hogy most hogyan döntött előző este. Tehát ez nagyon fontos, hogy az ember mindig tudja a formát kinyitni, de a világot aztán újra bevinni magával együtt a templomi meditatív környezetbe. Vagy a saját szobájába, ahol minden nap egy kis meditációval tisztítja a lelkét. Tehát, ha csak az egyik van meg, az hiba. Ha mind a kettő megvan, a mindennapi élet gyakorlata, pillanatról pillanatra való, csak ted, csak mond, csak gondol, csak érez gyakorlata, és a formális éneklés, ülés és egyebek, egyénileg és csoportban egyaránt, ha ez a négyes így megy, akkor tudod, hogy az én nem állított fel újabb falat, nem teremtett újabb akadályt. Ha bármelyikre azt mondod, hogy eh, ez nekem nem kell, ez már megvan, ezt én nem akarom. Nem csinálom, mert nyugos vagyok, nincs rá időm, és a többi. Akkor tudod, hogy valami nagyon komoly ítéletalkotó mechanizmus zajlik benned. És hogyha ezt az ítéletalkotást kikapcsolod, akkor nyugodtan gyakorolhatsz formálisan informálisan, ülve, állva, járva, fekve és a többi. Templomban és mindennapi életben egyaránt. Ha te nem hozol létre kettősséget magadban, akkor nem lesz akadály. A világ jellege dualizmuson, vagy természete dualizmuson alapul, a van, nincs, simán az energiáknak a, a amplitudói, a halál, élet, mennypokol. pokol, egyéb ilyesmi. A zen szembe megy ezzel a... Tehát, hogy az ember, az ember szerepe az, hogy ezt a dualizmust felszámolja? Nem. Hogy tudná felszámolni? Amíg emberi testben vagyunk, ez végig van. De hogy meghaladod-e? Látod-e a lényegét? Látod-e azt, hogy ezt mi teremtjük, az kulcskérdés. Ettől áll le, vagy indul a járműved. Ettől van energiát, hited, akaratod, vagy nincs. Nagyon fontos a dualitásokhoz való viszony. Ha azt érzed, hogy csak elszenvedője vagy az egésznek, akkor van sorsod. Ha látod, hogy te választasz, mert te teremted, akkor van utad. Nem mindegy. Tehát kettősségek mindig lesznek. Körforgás, amíg ebben a testben élünk, mindig van. De milyen a viszonyod hozzá? Látod-e a természetüket? Látod-e azt, hogy honnan jönnek, hogy működnek, hová mennek? És ebben nagyon sok a munkánk, a közös munka. Van-e felelőssége az embernek, aki már elindult a spiritáltás útján, hogy ezt a tudást át kell-e adja ő a környezetének, vagy mindenkire rá kell bízni, hogy ezt megtalálja, ezt a tudást? Van felelősségünk, de nem a tudás átadásában hanem a tan tapasztalati közvetítésében. És ez sokkal inkább a jelenlétről, mint explicit tanításról szól. Nem kell azoknak tanítani a darmát, akik nem érdeklődnek ez iránt. Jó az, hogyha egy spirituális úton járó személy felfedezi magának a hagyomány teljességét, amely így három lábon áll. Tanító, tanítás, tanítványi közösség. Tehát ne a saját egyéni elgondolásomat a saját kútfömből jövő bölcsnek tűnő gondolataimat akarjam elmondani a világnak, hanem tanuljak valakitől, kapjam meg a felhatalmazást, hogy átadhatom, és utána kezdjem el ezt a munkát óvatosan, szabad akaratunk teljes megtartásával. Tehát, ha valakinek nincs tanítója, és nincs egy jól körülhatárolható tanítás, amit tanul, és nem gyakorol legalább egy életszakaszban közösségben, akkor ott valami hiányzik. És ekkor jól el tudunk szállni. Több irányba. Az egyik irány az, hogy én tudom. Nem a tudással van a baj, az énnel van a baj. Mert ebből az is következik előbb-utóbb, hogy én jobban tudom. És akkor beindul egy ítéletalkotó magatartás, és ez mindent legától. Pont azt a hidat teszi teljesen járhatatlanná, ami lélek és lélek, ember és ember között van. Tehát ha az ember nem kerül olyan élethelyzetbe, hogy ezt a felhatalmazást megkapja, akkor a jelenlétével tanítson, a természetes megnyilvánulásaival, beszédével, cselekedetével segítsen. Olyan egyszerűnek hangzik, amikor azt mondod, hogy tegyük félre az ítélet alkotó magatartást. Tényleg úgy hangzik. Igen. Nem is akarom túl bonyolítani. De ha elkövetni nem. kegyetlenül nehéz. Hát persze. Nem mondtam, hogy könnyű, csak azt, hogy egyszerű. De ha túlbonyolítom, akkor, be, akkor lesz belőle csak a zsivánság. Egyszerűen tisztán. Elhangzott egy olyan kijelentés, hogy ha nincs energiád, nem tudsz szeretni. Így van. Én ezt tudom. De ha hát. valakinek nincs energiája, vagy fogy, mit csinál? El kell menni a töltőállomásra. Vagyis? Megtalálni azt a pontot, ahol nem differenciálódtunk érzelmileg, gondolatilag, vagy fizikailag, és ez a pont az zenben, ez az a köldökcsakra, szanszkitól a manipura, kínaiul tantien, Tan tanjan. Ezért gyakorlunk az elkövetkezendő két napban sokkal többet, mint amennyit ma este beszélünk. Mert a beszéd is energiát fogyaszt. Tehát ide visszatérünk ebbe a pontba, és újra töltjük az elemeket, az akkukat. És erre képesek vagyunk, de nem a végtelenségig. Ha a végtelenségig újra tudnánk tölteni magunkat, nem hallnánk meg. Az emberben, így a zen nézete szerint, főleg a koreai változat nézete szerint, háromféle energia van, háromféle energia egyesül. Az egyik az az eredeti energia, amit magunkkal hozunk születéskor, Lélek és lélek nem ugyanannyi energiával, akaraterővel rendelkezik, ezt már lehet látni. Mekkora erővel mászik az a gyerek a padlón. Utána később milyen erővel áll föl, fedezi föl a világot, suttog, beszél, vagy ordít, és mennyit. Tehát ez az úgynevezett vongi, az eredeti energia. És ezt alvással, evéssel és egyebekkel szoktuk pótolni, elfáradunk. Van ez a körülöttünk lévő világ, a sok-sok kölcsönhatásával, egyenletével, tárgyával, kémiájával és fizikájával, az ebben létrejövő és manifesztálódó energiát, akár fény, elektromosság, gravitáció és a többi, ezt végének, nagy energiának szoktuk hívni. Most van valami, ami a kettő közt kapcsolatot tart. Ez annyira érzékeny, hogy ha itt két-három percre mindenkinél ez a kapcsolat megszűnne, mindannyian meghalnánk. Ez kóriaiul kongi, üres energia, ez a lélegzet. Tehát köztem és a világ közt, ugye, oxidálok, égetek, a légzés tartja fönt ezt az energiakapcsolatot. Wongi, dégi és kongi, tehát eredeti energia, nagy energia, és üres energia, így nevezték. Most amikor ide visszajövök a nem tudható, de tapasztalható lények pontjába, az eredeti tudat pontjába, ezért meditálunk ilyen kéztartással, akkor ez a három energia egyesül, és úgynevezett harmonizált vagy egyesített energia lesz belőle, ezt hívják hapkinek, és aki harcművészetekkel foglalkozik, az tudja, hogy van egy ilyen út is, az úgynevezett Hapkido koreaiul, vagy Aikido japánul. Ez már egyfajta lebontása, vagy megszervezése ennek a tanításnak, egy harcművészeti ugye, disziplinán belül, de ez eredetileg sokkal nagyobb, és független attól, hogy az ember harcművészkedik-e, vagy sem. Az a fontos, hogy ezt az egyévált energiát tapasztaljam és ebből újra töltöm magam, mert a dégire való legnagyobb kapu az itt van. Ezért van alhasi légzés az ember, és nem hozom föl ide, meg ide, meg ide. És ezzel a lassú, nyugodt, természetes légzéssel, megfelelő kéztartással, megfelelő tudati tartással is újra tudom tölteni azokat az érzelmi, gondolati telepeket, amelyek energiát kívánnak. De ha csak gondolkodom, akkor az újabb energiát vesz el. Ha csak az érzelmeimet hajtom, az megint energiát vesz el. Tehát a legnagyobb tanítások egyik, hogy merjek ezektől tartózkodni, és csináljak valami olyasmit, amit esetleg nem szoktam meg, vagy a kultúrámban nincs jelen, de mégis működik. Ugye? És amikor ezt az újratöltést elvégeztem, akkor frissülök föl. És ez a fajta frissesség az, amit az ember kezdő szellemnek mondunk. Tudok újra kezdeni. Tudok újra szeretni, tudok újra gondolkodni és cselekedni. Tudok újra hinni, tudok újra társulni. Meg tudom találni az utamat. És ehhez minden energia kell. És az az érdekes, hogy ahol energia van, ott információ is van. Valójában a kettő ugyanazon lényegnek a megnyilvánulása, mint hogy a pénzérmének van fej és írás oldala. És ezt elszoktuk felejteni. Elfelejtjük, hogy az energia, ahol megnyilvánul, ott van információ is, és ahol van információ, ott van energia is. De milyen? Nagyon gyakran csak az egyik felét látjuk, és a másik felét pedig nem. És ezen arra tanít, hogy az egészet lássuk. Úgy lássuk, ahogy van, a maga tiszta, kendőzetlen mi voltában. Abban az állapotában, ahol még információs energia nem vált szét. Az az eredeti tudat tiszta állapota. Na, ekkor újra tudjuk tölteni magunkat. Ha pedig az ember nem tölti magát kellően újra, akkor kifogy azokból a minőségekből, amért az emberek szeretik. Vagy amért el tudja fogadni önmagát, mind a kettő. És ne váljunk... Elfogadhatatlanná, csak azért, mert nem töltöttük fel magunkat kellő energiával. Ne váljunk cselekvésképtelenné, szeretetképtelenné, a bölcsességtől elválasztottá, azért, mert nem töltöttük fel magunkat energiával. Mivel részei vagyunk mindennek, annak a világnak, ami most körülöttünk van, részei vagyunk ennek a hihetetlen agresszív hullámnak is, ami úgy átcsöpör Európán, azzal együtt, hogy nem vagyunk annyira közel a történetekhez, mint amennyire mondjuk lehetnénk. Hogyan tudok én egyénként ebben helytállni, illetve ha nem csak egyént nézek, hanem vezetőt is nézek, közösségvezetőt, vagy, vagy városvezetőt, vagy ne agy Isten országvezetőt, tehát mindenkinek van valami jelentős szerepe ebben a történetben. Nem ismerem annyira a zent, hogy hogy tudjam, hogy ebben mi a cselekvés, lehetősége, vagy vagy a nem cselekvés lehetősége. Ezért nem is tudok jól kérdezni. De valami nem olyan jót kérdezt, hogy az már szinte veszélyes. De. Az igazi kérdés az, hogy mi a dolgom? Mi a dolgom? Az az én személyes részvételem ebben az egészben. Lássam az életterületet, ahol én aktív vagyok, lássam annak az aktivitásnak, életterületnek a kapcsolatát ezekkel az eseményekkel, amelyeket említettél, és mentálisan, lelkileg döntsem el, hogy milyen viszonyt táplálok ezekkel az eseményekkel, mert ez fogja meghatározni a megjelenő viszonyokat. Volt már olyan, hogy egy elhatározással beléptél egy térbe, egy szobába, egy helységbe, és pont az történt? Ugye, a világ is így működik. Tehát elhatározott, hogy te ezekkel az emberekkel, ezekkel az eseményekkel ilyen és ilyen viszonyt táplálsz. Ez egy döntés. Ez a legfontosabb. Ha úgy döntesz, hogy szenvedést hozol létre, az lesz. Ha úgy döntesz, hogy semlegesen átengeded magadon, az lesz. Csak a megvalósítás útját kell nagyon jól látni, ehhez kell az a látás, amiről beszéltünk nagyon sokszor, de ma este főleg erről volt szó. Milyen viszonyod van a világgal és a világ eseményeivel? Milyen szerepet szeretnél játszani? A probléma akarsz lenni, vagy a megoldás, vagy valami egyéb? Ezt mindenki dönts el, ne várja fölülről, oldalról és egyéb helyről. Mindenkinek saját felelőssége van ez ügyben. Ahhoz, hogy dönthessünk, ahhoz helyesen kell föltenni a kérdést, és helyesen meglátni a választ. Honnan tudjuk, hogy a kérdés és a válasz összetartozik, honnan tudjuk, hogy két ember összetartozik, onnan, hogy nem mozdulnak el egymás mellől. Tehát, hogyha a kérdést fölteszed újra és újra, ugyanazt a választ kapod rá belül. Egy a, mélyebb meditációs tapasztalat után az ember nem képes újra közel se olyan mélységet elérni, vagy a, talán még a Gyakorlás konzisztenciája is megbomlik, annak ellenére mennyire igyekszik vagy próbál törekedni a kezdő szellemére. Van erre valami megoldást teendő? Ó, vagy javaslat? rengeteg. Gyöngét szeretnél, erőset, súlyosat, vagy hosszantartót. Ez rajtad múlik. De, ha nagyon mély volt a meditációs tapasztalat, akkor az összehasonlító tudat megszűnik. Mert az előbb összehasonlítottad, az azt jelenti, hogy még maradt egy kicsi, akkor még a tapasztalat nem volt elég mély. Tehát mélyítsük tovább, még tovább, egész addig, amíg az összehasonlítás megszűnik, amíg a tudat körfolyamata így leáll. És akkor csak ez a pillanat marad, semmi más. És akkor nincs összehasonlítás. Amíg összehasonlítás van, addig van én kép is, amíg van én kép, addig eltávolodsz az önvalótól, és onnantól kezdve szenvedés van. Például az, hogy úgy érzed, hogy nem tudsz a kezdő szellembe visszamenni. Akkor kell törölni az egészet, ami korábban volt. És nagyon sok mély, fél mély és háromnegyed mély tapasztalatú emberek nagyon komoly problémákat hoznak létre saját maguknak csak azért, hogy valami erősebb legyen, mint az a tapasztalás, amiben nem tudnak hinni az a kérdés, hogy tovább mész el a tapasztalás útján, és tudod-e ezt a meditációs élményt relatívnek elfogadni, vagy pedig kell valami, ami kirobbant belőle. Na, nagyjából ez a két lehetőséged van. Hogy magadra mérsz valamit kívülről, hogy azt törölje el ezt a bezártságot, vagy pedig azt mondod, hogy igen, nézzük ezt a tapasztalatot helyesen, ez relatív volt, mulandó, keletkezett és megszűnik, tehát nem az, amit keresünk, keressük tovább. De ha te elkezded összehasonlítani ezt és azt, hogy ez ilyen élmény volt, az meg olyan se, akkor bezárod magad a fiktív meditációs világba. Ez azért fikció, mert már nincs, ez már csak itt van. Ez egy nagyon kemény börtön. És ebből az emberek nehezen szabadulnak. A zenben nem problémákat mérünk magunkra, hanem Megpróbáljuk a lelket úgy kinyitni, hogy tovább tudjon menni az útján. Ennek kettő fontos ismérve van. Egy, ez a kezdő szellem, amit mondtál, és ez nem mindig működik. Ez így van. De a másik, az rásegít. Ezt úgy hívjuk, miben segíthetek. Hogyan segíthetem az embereket magam körül? Hogyan javíthatom meg a világot? Nem tudod magadban, Feltakarítani a tapasztalatot? Menjél ki, és szemetet. Mire az a zsák összegyűlik és elviszed a telepre, már sokkal jobban érzed magad. Tehát próbáld meg kívül megtenni azt, amit belül nem tudsz, amit pedig kívül nem tudsz, azt próbáld meg belül, és egy, előbb-utóbb egyensúly lesz. Tehát mindenféleképpen takarítani kell, és hogyha éppen belül nem tudsz takarítani, takarítsák kívül. Néha a, a szüleimmel elég viharos a kapcsolatom, és e adódnak olyan szituációk, amikor nem tudok uralkodni az indulataimon, és olyasmit mondok, vagy olyasmit teszek, amit később megbánok. És hát a konkrét példa, ülünk egymás mellett az autóban, és elszabadulnak az indulatok. H hogy mi a helyes hozzáállás ehhez? Mert próbáltam azt, hogy hallgatok, de azt érzem, hogy ez az erőszakos hallgatás az... az tehát, hogy van lehető, lenne ott akkor lehetőség a problémákat megbeszélni, vagy orvosulni, de valahogy olyan, mint minden egyes szó, mint olaj lenne a tűzre, csak, csak, csak táplálja, csak táplálja, csak táplálja, viszont amikor hallgatok, akkor olyan, akkor, akkor, akkor belül ég minden, tehát, hogy... Belül kell akkor ellobbantani, mert hogyha kívül minden szó olaj a tűzre, akkor nehogy megszólaljál. De mivel félünk és kétségek közé zuhanunk, és nem tudjuk ott és akkor eldönteni, hogy mi a helyes, ezért szokásból, rutinból, megszokott mintázatok szerint cselekszünk és beszélünk, mert a gondolatainkat és az érzelmeinket nem tudtuk megváltoztatni, nem engedtük, hogy a szokásokat meghaladjuk. És ekkor nem csak, hogy elszabadulnak az indulatok, hanem újra és újra elszabadulnak az indulatok. Újra és újra elkövetjük ezeket a hibákat, és így telnek el évek, néha évtizedek. És erre nincs szükség. Tehát, ha azt látod, hogy a beszédet kárt okoz, akkor hallgass. És hogyha megfelelően erős a akkor ide vissza tudod tenni azt az energiát, és nem fogja szétrobbantani a szívedet, vagy szétvetni a fejedet. De ha nem tudod, akkor a benned dúló gondolatok és érzelmek, ha olyan elképesztő erővel érvényesülnek, hogy komoly testi problémákat tudnak okozni, a szívinfarktustól kezdve az agyvérzésig, az asztmától az agylágyulásig minden van. Tud ide visszavinni a keletkezés pontjába mindazt, amit nem akarsz kinyilvánítani a világnak. Az nem elfolytás, hanem feloldás. Nem lefagyasztás, hanem átalakítás. Ezért van a meghaladó bölcsesség szíves szútrában az egyik legfontosabb sor, hogy meghaladva minden illúziót az ellobbanást eléri. Ez nem csak az én kép ellobbanása, minden olyan karma ellobbanása, amely helytelenül határozna meg téged, amelyhez való ragaszkodás téged helytelen állapotba hozna. Nagyon-nagyon fontos. Úgyhogy, ha többet árt az, amit mondasz, akkor maradj csendben, és tudd annak a beszédnek az érzelmi, gondolati, energiát visszavezetni a nem én pontjába. Mert a keletkezés és megszűnés ugyanabban a pontban van. Igazi önvalód az alfa és az omega. Egyszerre, egy helyen. És hogyha ezt meg tudod tenni, akkor kivárod azt a pillanatot, felismered azt a helyzetet, amikor a megnyilvánulás helyes. Lehet, hogyha 10 perccel később mondod ki ugyanazt, akkor az már gyógyít, még 10 perccel előbb árt. Tessék helyes helyzetfelismeréssel, helyes kapcsolatteremtéssel, és így helyes beszéddel, cselekvéssel dolgozni. Jó? Egyéb kérdés? Az elején hangzott el, hogy a, az indító kulcs az a szépen tisztára megcsiszolt én az autónál. Az a kérdés akkor, hogy tehát az énnek ez a nem teljesen tiszta csiszoltsága okoz félelmet, egyéb negatív érzéseket az emberben? Nagyon mélyen így van. Tehát a hamis önképből keletkezik a hamis világkép, és ebben benne van a másik emberről alkotott helytelen kép is. Ha magamat nem ismerem rendesen, akkor a másikat se ismerem rendesen. És általában csak a másikkal, a másik emberrel való kapcsolat, annak a megoldatlanságai, annak a kényszerítő ereje vetíti vissza ezt az energiát saját magunk, vagy végre foglalkozzunk azzal, amit gondolunk magunkra. Egyébként nem. Egyébként csak a vagánkodás van. Odakint. És a megoldatlanságok mindig rámutatnak. Annak a kulcsnak eredetileg nincs tolla. De mivel megszülettünk, és így lett a jármű, ezért erre a torra is szükség van, ezért a zárnak megfelelő tollat kell legyártani, és úgy elfordul az indítókulcs. Jó? Szívesen. Egyéb kérdés? Van egy kérdésem és egy példám is, úgyhogy inkább először mondom a példát. Ma a barátnőmmel elmentünk színes lapot venni, és én nagyon örültem, mert úgy, igen, elmondhatatlanul örültem a színes lapoknak. És a barátnőm úgy vettem észre, hogy nem anny ő elég természetesnek vette, nem örült annyira. És az a kérdésem, hogy miért van az, hogy egyes emberek a, a kisebb dolgoknak jobban örülnek, mások pedig kevésbé? Barátnőd itt től melletted? Nem. Hát érdekes lenne őt is meghallgatni. Ő neki milyen volt ez a sok-sok színes lap? Milyen színű a szemed? Az övé? A tied? Ez enyém zöld. Milyen színű az enyém? Kék, ugye? Igen. Tehát zöld szem, barna szem, kék szem. Tudjuk-e ugyanazt látni? Nem. Ugye, hogy nem? De milyen színű az ég? Kék. Ezt a barna szemű, zöld szemű, kék szemű ugyanúgy megláthatja? Igen. Na hát akkor csak képesek vagyunk rá. De amíg ragaszkodunk a saját beállításunkhoz, a saját benső értékelésünkhöz, addig valakinek ez a bot hosszú lesz, másnak meg rövid. Valaki jobban örül a színes lapoknak, van, aki kevésbé. Ez már rajtunk múlik, a mi szűrőnkön. És hogyha olyan a szűrőt, hogy nagyon tetszik, akkor nagyon ragaszkodsz hozzá, ha nem tetszik, akkor ott hagyod. Igazából miért fontos ez neked? A színes lapok miatt, vagy a barátnőd miatt? Nem tudom. <laughs> Úgyhogy ilyen szinten mások vagyunk, és jó is, hogy mások vagyunk. Mindegyikünk mást más szeret, nagyon és kevésbé. És ez a sokféleség egyébként a fennmaradásunknak az egyik fontos tényezője. Még van alkalmazkodás, intelligencia, együttműködés, de az, hogy ilyen sokfélék vagyunk, és ilyen sokféle módon gondolkodunk, ez alapvető szerepet játszott abban, hogy a Földön most mi vagyunk a csúcsragadozó. Több mint 7,3 milliárdan jelenleg a Föld vesztésre áll az emberrel szemben. És ez nem azt jelenti, hogy ugyanúgy kéne látnunk mindent, csak legalább a megkerülhetetlen valóság felfogásában egyezzünk meg, és még ott sem egyezünk meg. És az, hogy valaki szereti a színes lapokat, és nagyon, vagy a másiknak közömbös, az még olyan, hogy ezekkel a különbségekkel együtt tudunk élni. De ha egyszer kifogy egy tározóból a víz, és valaki azt mondja, hogy ott még mindig van, na akkor már probléma, mert akkor mindenki szomjan fog halni. Tehát ha egyszer elkezd a víz eltűnni, de valakik még azt mondják, hogy oh, majd esik az eső. Már nem lesz annyi eső. Majd olvadag lecsser. Már nem olvad annyit, mert abból sincsen annyi. Tehát, hogyha ilyen alapvető tényekben nem tudunk megegyezni és közösen kialakítani valami látást, akkor itt nagyon nagy bajok lesznek. És a csúcsragadozó elkezdi megsemmisíteni önmagát. Most jelenleg ez a fajta folyamat nagyon-nagyon jól látható. Tehát a bennünk, a köztünk, az emberiségen belül lévő elképesztő ellentétek, megint fölcsapnak. Fölcsaptak azok a 20. században is. Az elmúlt száz évben Európa két nagy világháborút és több más földrészen lévő regionális háborút gyártott le, vagy exportált. Miért? A legmélyén megint az önkép van, hogy mik vagyunk mi, és mi a másik, és mi a viszonyunk a különbségekkel. Hogy más az arca, más a nyelve, más a vallása, más a hite, Mást eszik, stb. Tehát hogyan viszonyulunk ezekhez a különbségekhez? A zen nagyon egyértelmű: halad meg ezeket a különbségeket, érd el azt a pontot, ahol a színes lapok szeretete és nem szeretete, mindegy. És ez az egyévált tudat, ez a tükörszerű, tiszta tudat képes látni az eget kéknek, és a füvet zöldnek, de nem mondja azt, hogy az ég az jobb, mert kék, és a zöld az rossz, mert nem kék. Ez nagyon fontos. Tehát a megkülönböztető tudatosságra mindig szükség van, mindig minden pillanatban, de az ítélet alkotóra nem. Hol van a határ? Az ég és a föld nagyon-nagyon jól mutatja, hogy hol van a határ, csak ezt mi nem vesszük észre. hogy a megkülönböztetés mikor megy át diszkriminációba vagy ítéletalkotásba. És hogyha a tudatunk tiszta, akkor meg tudjuk állítani a beszédet, a gondolatot ott, ahol még helyesen működik, és nem megyünk át arra a területre, ahol már kárt okoz. Ha jól értettem, akkor végeredményben a jó és a rossz kiszűrése tömegesen nagyon nagyot tudna változtatni a mi világunkon. És mi talán az, meg... Ami kiszűri? És mi az, ami kiszűri? Ezt akarom kérdezni, hogy mi, ki, mi, sz, mi, sz, mi kéne kiszűrjük a saját tiszta tudatot? Tiszta tiszta hogy azt gondoljuk, hogy ezt kívülről valaki norma normakontrollal megoldja, mert ezekben a kontrollokban élünk több ezer éve, és nem működik. Mert mindig ki akarunk bújni a ránk ruházott, ránk erőltetett ideológiák alól. Mi lenne, ha mi ismernénk fel a törvényszerűségeket? Mert ha én ismerem fel, akkor hiszek benne, és be is tartom amit kívülről mérnek rám, azt előbb-utóbb le akarom rázni magamról, megkerülni, és fifikával furmányosan kiátszani, stb. Ez infantilis, éretlen magatartás. Az érett magatartás az, hogy a tapasztalatomnak hiszek, mert tisztán tapasztalok. És a világ törvényszerűsége rendkívül egyszerű. Ezt hívják szanszkitúl darmának, ahogy a dolgok valójában működnek. Ahol például a jog és az igazság nem különbözik. Mutas egyetlen jogrendet, ahol ez megvalósul: ahol a jogfilozófia, jogalkotás, jogértelmezés és jogalkalmazás egy sófra jár és egy tudatot követ. Nincs ilyen. És ezért a jog és az igazság soha egyetlen jogrendben sem mutatott teljes átfedést, a helyesekben, a helyes rendekben nagyon nagy átfedést mutatott, és az emberek hittek benne. És ahol elkezdett a törvény szövedéke fölfesleni, ott előbb-utóbb azt mondták, hogy ez korrupt és teljesen követhetetlen, és ekkor lett az evolúcióból revolúció. De ha a tudatok nem változtak meg mélyen, akkor ebből ugyanaz a státuszkvó alakult ki, mint korábban, és a francia forradalom az egyik legjobb példa. Nézzük meg azt a közel negyed évszázadot, ami 1789 és 1815 között így eltelt. És hogy mi történt? Franciaországban és Európában, Párizstól Moszkváig, és utána pedig Szent Ilona szigetén. Jó? Tehát ez azért fontos, mert amíg a tudatforma nem változik meg, addig ugyanazt a realitást fogja létrehozni. Ezért magunk legyünk a megoldás. A jó és a rossz fogalmát, hogy hogy alakítjuk ezt magunkban lássuk meg, és az ok és okozat látás, akkor nincs szükség a jó és a rossz Ideológikus, abszolút igényű használatára. Rossz az, ami szenvedést okoz, jó az, ami boldogságot okoz, jó az, ami megoldásra vezet, rossz az, ami újabb problémákat hoz föl, így már relatíve értelmezhető. De hogyha abszolút értékű, a valóságtól elvonatkoztatott, teológikus, ideológus, politikus meghatározása van, az előbb-utóbb ölbutít és nyomorba dönt, és ezt példákkal lehet nagyon jól igazolni amikor az elvonatkoztatott és abszolút értékű jó és rossz kielentése százmilliók halálához vezetett. Na ettől szabaduljunk meg. És akkor a szenvedéstől is megszabadulunk. Akkor a boldogság is nyilvánvaló lesz. Magunk leszünk a tisztán látók, ha úgy választunk, és magunk maradunk vakságban, ha úgy választunk. Rajtunk múlik. Elhangzott, hogy aggodalmaink betegséghez vezetnek. Hogy lehet megszüntetni az aggodalmakat? Úgyhogy oldjuk meg a problémát, és ne aggódjunk. Ja. Ugyanis amíg aggódunk, addig nem cselekszünk. Ha már helyzetbe hoztuk magunkat, és ha már elindult a cselekvés, az aggodalom megszűnik. Mert már teszünk. Mert már változik valami. Amíg a szélén állunk, amíg csak reménykedünk és félünk, addig aggódunk. ne aggódj a gyerekért, ne vedd föl, az más. Egyéb kérdés? Mit tegyek abban az esetben, ha a, az én döntésem, vagy az én választásom az, az az esetleg szenvedést okoz másnak? Ez konkrét példa az, hogy e, szeretnék menni gyakran elvonulásra, viszont az én édesanyám, ő, neki ellenérzései vannak ezzel kapcsolatban, és mindig e, vita alakul ki ezzel kapcsolatban, is és nem tudom, tehát nehéz ezt nekem úgy feldolgozni, úgy vagyok, hogy... Vannak-e állatok odahaza, Baronfield a kis e Van. -e? van. van. Vannak-e tyukok, disznók, lib libák, van, van, igen, Szoktál-e néha trágyát takarítani? Nem. Az a baj. <laughs> csak a tojás szoktam Úgy kellene, hogy egyszer együtt takarítjátok ki a trágyát otthon, jó? És amikor ezt már csinálod három-négy napig legalább, akkor jön a hétvége. És akkor leültök az asztalhoz, ott van a vasárnapi ebéd, és amikor már mindenki jól lakott, délután egy kicsikét már szunyókáltunk is, béke van, boldogság, akkor azt mondod, hogy édesanyám, hát kitakarítottuk mi a trágyát a baromfiból, de én itt belül azt úgy csinálom, hogy elmegyek elvonulni, és a saját trágyámat ott kilapátolom, azt tisztán visszajövök. Jó, és erre szokott jönni a kérdés, hogy de mi is az a zen, vagy minek van neked erre egyáltalán szükséged? Nem jó, ha. Ez, mész a zen, a ez egy olyan alapú lapát, tázol. amivel a lélekből a trágyát ki lehet lapátolni, ne foglalkozzon vele, mert úgy se érti meg. Konkrét példát mondtál, én is konkrét példát mondok, amikor én is világiként gyakoroltam zent, és én is otthon laktam, bár volt külön szobám, de azért szüleimmel együtt éltem, és jó volt az, nem volt az a semmi baj. Apám egyszer olyan jó két év gyakorlat után megkérdezte, hogy fia, mondd már el, mit csinálsz te ott hétfő esténként fönt a Szabadsághegyen azokkal az emberekkel? Ott volt akkor az engoszpont. Amióta csak az ember jártam, mindig föltette ugyanazokat a kérdéseket, megválaszoltam, és ő a racionális, szuperokos, fantasztikus, tudós, nem hitte el. Miért? Mert nem tapasztalt. Ami logikailag nem volt tudható, az számára nem létezett. És én már elfáradtam abban, hogy olyanról beszéljek, amire a végén mindig azt mondta, hogy de hát ez nincs is így, ez nem fogadható el, és a többi, és a többi. És én, mint cseperedő fiú és növekvő intellektus, meg akartam őt győzni. Hát, rosszlóra tettem, apám ugyanolyan makacs volt, mint én, Azért születtem hozzá, hogy megtapasztalja. Lényeg az, hogy akkor azon az estén, amikor már két éve, hetente, két hetente beszéltünk erről, megkérdezte ugyanezt, és egy pillanat alatt átláttam, hogy ugyanoda jutottunk volna, mint a korábbi beszélgetések során. És akkor erre azt mondtam, hogy apám, én arra kérlek, hogy most ne indítsuk el ugyanazt a beszélgetést, amiből vitatkoznánk. Amiből meg nem értés születne. Látod, hogy zen gyakorlok, látod, hogyan élek, és ha úgy látod, hogy hibázom, kérlek, szólj! Azóta nem kérdezett az zenről. És szólt, hogyha hibázta. Neki ez volt a magyarázat, ez volt az, ami lefordította a helyes emberi kapcsolatra azt, amit ő nem értett, miért az apa tényleg a család szellemi vezetője. Az a tudati irányzék, amihez a család igazodik. Ez az eredeti férfi szerep. Azzal, hogy én zent kezdtem el gyakorolni, ami számára idegen volt, egy újabb szellemi atyát választottam, aki az emmester volt. És érezte a szerepvesztést. Érezte azt, hogy őt nincs nyerekben, ő ezt nem tudja nekem megmondani. Én választottam, én hiszek benne, én tapasztalom, stb. stb. és egyre távolabb van ettől. És ettől kérdezett újra és újra, ettől vitatkozott újra és újra, mert vissza akart kerülni abba a szerepbe, amiben nem tudott, mert nem lehetett, mert nem nyitotta ki rá magát, hogy ezt a műveltséget, ezt a szellemiséget is életében megszerezze. És ezt én nem tudtam elérni, mert minél inkább törekedtem erre, annál inkább vitatkozott velem. Mi volt a helyes? Hogy restauráltam azt a viszonyt, amiben az apa az apa, a gyerek pedig a gyerek, de egy másik úton. És ez segített. Nem volt elég, de egy jó pár évig segített. Tehát fordítsd le az emberi kapcsolatokra, fordítsd le a hétköznapi életműködésére. Ne akar anyádnak zent tanítani, mert nem fogja megérteni. Azt lássa, hogy egy rendes fiú vagy, akkor is, ha elvonulsz. Sőt, rendesebb vagy, hogyha egy kicsit belül lapátolsz. És uh, akkor hinni fog neked. Neked, nem az ennek, neked. Az fontosabb. Jó? Egyéb kérdés? Az lenne a kérdésem, hogyha van a közelünkben egy olyan személy, aki hozzánk közel áll, de nem fogadjuk el azt, amit ő tanít, vagy esetleg képvisel, mi eldöntöttük, hogy ezt nem szeretnénk, mást utat választottunk de ennek ellenére ott a közelünkbe el kell fogadnunk ezt, és együtt kell vele élni. És mi segít ebben? Tehát, hogy mi tudjuk, hogy ezt nem szeretnénk, ezt nem így szeretnénk, de mégis együtt kell vele élni. Meg tudod-e különböztetni a szemeit és a karmáját? Meg tudod-e különböztetni a tanítót és a tanítást? Ha igen, akkor le tudod választani ezt a véleményt arról az emberről, és hozzászólni, és nem beleakadni a véleményébe. Tehát, hogyha vitatkozni szeretnél vele, akkor azt lehet, de te ezt nem szeretnéd. Tehát ne nyisd meg azt a felületet, amely a vita tárgya lehetne. És az emberhez szólj, ne pedig a véleményéhez. Én hiszek abban, hogy van jelentősége, hogy a gyermek mikor érkezik, tehát melyik percbe, meg, tehát az időpont, meg a helyszín. Tehát ugye, hogy csillagjegy. Mit tart a zene erről? Gyönyörűt kérdeztél. Ha megnézed a lelked, abban nagyon sok minden benne van. Sok minden, amit hoztál magaddal, sok minden, amit a világ rakott beléd, sőt, amit le is vágtak róla, mert olyan jó nevelést kaptál, hogy az összes osztulajdonságod szépen ott lelecsmirglizve. Mi az, amit magaddal hoztál? Mi az, amit a világ alakít rajtad? Az ezt úgy tartja, hogy amikor a lélek belép a testesülés állapotába, akkor a születésekor folytatja azt a karmát, amit az előző életében abba hagyott. Abba hagyott, mert meghalt. Nem tudott tovább tapasztalni, nem tudott tovább élni. Amit a lélek lehoz, az jellemző rá, abból lesz a személy, abból lesz az ember. Tehát... Ahogy megszületsz, ahova megszületsz, amikor megszületsz, az pont ezzel a lélektartalommal áll szoros összefüggésben. Nagyon nem mindegy, hogy most milyen életet élünk, mert ennek lesz a következménye a következő. Az összes előzőnek az lett a következménye, hogy ide nagy részünk magyarként született. Innentől kezdve, amit csinálunk, az a mi azonosságtudatunkban változást hoz. És utána megyünk tovább, és a következő testesülés is bizonyos csillagjegyekkel leírható helyen és időben lesz. Mással is leírható. Nagyon sokféle leíró rendszer létezik, a tenyértől kezdve a szemig, van, aki a Kínában a hátat is megnézik, nagyon sokféle módon lehet a lehozott karmát megvizsgálni. De önmagában ez a vizsgálat nem a legfontosabb. A legfontosabb az, hogy hogyan változtathatunk ezen, hogyan látjuk meg ezt a lehozott karmát. Senki más nem születhetett hozzád, mint aki már megszületett, ha már van gyermek, és senki más nem fog hozzá születni, mint akinek az a dolga, hogy most megszülessen. És ilyen szinten ez a karma már megvan teremtve. Már a te közös karmád, pároddal és a gyerekeddel. Tehát pontosan az a személy jön le hozzád, az veszi fel a te, és akinek az a dolga, hogy ebben az időben, ezen a helyen megszülessen. Senki más. És ilyen szempontból rendkívül egyedi és rendkívül értékes mindannyiunk lehoz valamilyen lelket ide. Lejövünk, és jellemző az, hogy milyen helyen, milyen időben, és ezt évezedek óta próbáljuk leírogatni, megcímezni, idegen szóval szignatúrával ellátni, hogy egy kicsit jobban megismerjük önmagunkat. Sok-sok évezredes hagyomány áll megfigyelés szintjén és visszaigazolás szintjén e mögött, de annyit kell tudnunk, hogy minden, amit ezekben a képletekben látunk, az feltételhez kötött, mulandó és alakítható, tökéletlen. Ezek vagyunk mi. Tehát amikor azt mondom, hogy személy és ember, minden, amit a lelkedben lehozol, az mulandó. Képzeld el, rálátsz egy-két olyan tulajdonságonra, amire nem, nem, hogy nem vagy büszke, amit a legszebben azonnyomban megszabadulnál, de mégis ott van a lelkedben, és érzed, hogy mérgezés, lehúzás, akkor is ki kell tudni rakni. Ha a sorsot nézed, akkor nincs utad. Mert, mert hogy előre meghatározott? Úgy gondoljuk, hogy előre meg van határozva, holott ez nincs így. Ebben a pillanatban összpontosul a jelen, a jövő és a múlt összes karmája, és tudsz rajta változtatni tehát dinamikusan és cselekvőképesen fogjuk ezt föl, és ne pedig eleve elrendeltetett módon. Az eredmények viszont itt vannak. Egy kész lélek fog megszületni hozzád, és ahogy szépen cseperedik, majd látod, hogy nyílnak ki a kapuk, vagy az érzékszervek a tudatot aktiválják, három éves korra kész a személyiség. Csak szép lassan nyilvánítja ki magát, és persze rengeteget lehet rajta alakítani. Az első három éve a gyereknek elképesztően fontos. Amikor úgy tűnik, hogy még nem is nem tud beszélni. De azok a jelenlétek, azok az események, amik akkor történnek, alapvetően határozzák meg a fejlődését. Tehát lejövünk ide az összes korábbi karmákkal, ezt úgy hívjuk, hogy tárház tudat. Benne van az emlékeinkben. Ezt nagy részt lezárjuk, és a tudattalamban tároljuk, mert hogyha állandóan aktív lenne, akkor alsó hangon megőrülnénk tőle, mert túltöltenénk magunkat. Tehát van egy olyasféle vágás, ami a tudatos személyiség és a tudattalan között van, ezt hívjuk az én csinálónak. A szilárd én kép, az ezzel a megkülönböztetéssel kezdődik. Ezt kb. 17-18-es korunkra el is érjük. Viszont az, ami a tudattalanunkból tolja az impulzusokat, azok az arhetipusok, azok az át nem látott valóságok, az a lélek 90-95%-a az a tudatos én és tudatos személyiség az öt, maximum 10. És nagyon nagy munka az, hogy ezt az átjárhatóságot, ezt biztosítsuk. A nem teszi a tudattalant tudatossá és a tudatos tudattalanná, mi ezzel nem foglalkozunk. De hogy a küszöbb az átjárható legyen, az nagyon fontos, hogy emlékezz, amikor emlékezned kell, és tudj felejteni, amikor felejteni kell. Hogy arra emlékezz, amire kell, és arra nem emlékezz, ami nem kell. És tudd elfelejteni azt, amit el kell felejteni, mert felesleges, de tartsd meg a tudatodban azt, amire szükség van. Ezt hívjuk intuitív memóriakezelésnek. Nagyon-nagyon munka egy születéssel. Anyaként is, apaként is, gyerekként is. Nézzük meg, hogy mi az, amire szüksége van ennek a gyereknek, mert állandóan azt akarjuk adni, amiben mi gondolkodunk, amit mi helyesnek érzünk de a gyerek kérdéseire nem tudunk rendesen válaszolni. Tehát elkezd kérdezni, és akkor éveken keresztül kérdez. Milyen válaszokat adunk? Az már a saját lélekminőségünktől, lélektudatosságunktól függ. Ezért kell egy bizonyos belső munkát elvégeznünk, ha más értem, akkor azokért az utódokért, akik fizikailag vagy szellemileg hozzánk érkeznek, vagy mindkettő. Milyen válaszokat adunk a kérdéseire? Milyen élethelyzetbe hozzuk? Óriási ezért a lehetőség is, és a felelősség is. Boldog és problémamentes születést kívánok, és azt az utat neki, amit mindannyian választhatunk, a felébredés, megvilágosodás és az együttérző szeretet útját. Az lenne a kérdésem, hogy mikor kapcsolódik a lélek a testhez? A fogantatáskor, vagy a születéskor? helyfoglalás az a fogantatáskor van, de még nagyon sok a jövésmenés. Amíg a harmadik trimeszterben el nem éri a teljes emberi alakot a méhen belül, addig járkálás van. Helyfoglalás, de nincs állandóan ott. És amikor a harmadik trimeszterben úgy az emberi alak megvan, akkor már mozog, forog, nagy részt ott van, de még születés után sincs végig a testben, ezért alszik a kisded rengeteget. Akkor is járkálás van. Nagyon és sok. Uh, utána szépen, fokozatosan uh, szilárdul meg a kapcsolat a test és a lélek között, és itt még nagyon sok változó van. Tehát uh, nézzünk szembe a valósággal, nem minden fogantatásból lesz születés. Néha visszafordul. Néha fizikai problémák vannak. És ez a sok-sok visszafordulás néha nagyon sok szenvedéssel jár. Úgyhogy a fogantatás és a születés az nem ugyanaz. Van különbség a kettő közt, és lássuk tisztán, hogy mikor mi történik. Egy biztos, köldögzsinór elvágásával a test és a lélek fúziója teljesé válik. Kérdésem az volna, hogy vannak-e olyan tevékenységek, amelyek felgyorsíthatják a karmát? Van. Teszem föl extrém sportok. Van, persze. Na most a karma felgyorsítására gondolsz, mert az egy nagy köbcentiméteres motorkerékpár megfelelő gázadása, vagy pedig a karma meglátásának a sebességére gondolsz, mert az nem ugyanaz. Tehát te csak a karmát szeretnéd felgyorsítani. Akkor elég a sebesség, elég egy kis adrenalin. Tehát azért vigyázzunk a karma felgyorsításával, mert úgy tűnik, hogy nagyon gyorsan eljutunk valahova, holott nagy részt csak a körben járás fordulatszámát emeltük meg. Egyre gyorsabban járjuk ugyanazokat a köröket, és ez nem jelent minőségemelkedést. Az sem jelent minőségemelkedést, hogyha ezért leállnánk, és logikailag a másik szélsőségbe mennénk el, és teljesen nem mozdulunk. Tehát nem vagyunk hajlandóak cselekedni, beszélni, gondolkodni, stb. stb. Ez önmagában még nem jelent minőségemelkedést a látás jelent minőségemelkedést. Hogyha lassan viszem a karmámat, akkor arra látok rá, hogyha gyorsan viszem a karmát, akkor arra látok rá. Ennek a látásnak így fizikai sebessége nincs. De van egy komoly mentális tulajdonság, amit úgy hívok, hogy nem ragaszkodás, nem azonosulás, nem abszolút értékű kettősségekben való gondolkodás. És ez az újabb dimenzió megnyitása jelenti az igazi haladást. Egyébként csak körbe-körbe forgunk egyre nagyobb sebességgel. És ha valakinek ez kell, egész nyugodtan, csak ezt ne cseréljük össze a valódi haladással. Ne cseréljük össze a látással. Ne cseréljük össze a minőségemelkedéssel. Jó? Mi alapján döntöm el, hogy mi helyes, vagy mi helytelen? Beöntöttem a vizet a pohárba. Ez helyes volt? Hát ahhoz képest, hogy mellé is önthettem volna, és akkor nem tudom meginni, ahhoz képest helyes. Na ez, ez a fontos, hogy lássam a helyes és helytelen viszonyát. Eleve elrendelten helyes az nincs. Tehát, hogyha én inni szeretnék, és pohárból, akkor az a helyes, hogyha beleöntöm. Hogyha itt például takarítanánk, akkor lehet, hogy ebből a palacból kellene vizet önteni a színpad, és ezen azt felmosni. Akkor az lenne a helyes. Jó? Tehát helyzetfüggő, hogy abban a helyzetben mi illik. Ugye beszéltünk itt a nem sokára megjelenő jövevényről, nagyon fontos, hogy a megjelenő karmát azt megfelelő helyzetbe hozzuk, mert egyik helyzetbe belepasszol, a másikba pedig nem. Hogyha a gyerek szeret öklözni, akkor előbb-utóbb valami küzdősportot kell vele gyakoroltatni, mert különben ö, problémák jelennek meg. Ugye? Hogyha valaki éjjel-nappal rajzol, akkor előbb-utóbb valami rajz- és festőiskolába kell adni, mert ne a falakra rajzoljon. Meg nem a techórára rajzoljon, és ne órán rajzoljon, hanem profi módon legyen rajzoló, festő, és a többi, és a többi. Tehát így lássuk meg a belső és a külső találkozását. És akkor nagyon könnyű eldönteni, hogy mi a helyes. A helyes döntésből harmónia, kitejesedés, megvalósulás származik. Úgy érkezem azzal, hogy azt mondom, hogy helytelen vagy hogyha mostról beszélek, akkor most mi alapján döntöm el, hogy helytelen? Most mondtad ki az előző mondatban a kérdésnek egy picikét a csontját, a lényegét, majd a körülötted lévő emberek megmondják, hogy úgy érzik-e, hogy ítélsz felettük, vagy sem. Hogy helyesnek látod-e a cselekedeteiket, vagy sem. És a kettő nem ugyanaz. Az, hogy valamit helytelennek látsz, az nem jelenti azt, hogy a másik fölött ítélned kell. Tehát hibáztál, de te ettől nem vagy rossz ember. Nagyon gyakran ez nem működik. Nagyon gyakran a hibát azonosítjuk az emberrel, mert belőle jött, ő követte el. Rossz vagy. Nem. Hibázott. A hibát javítani kell. De eredeti igaz önvalónk nem jó vagy rossz. Ezt próbáljuk megtapasztalni. És akkor nem érzi úgy a környezetet, hogy ítélsz felettük, de nagyon tisztán látod, hogy hibáznak-e vagy sem, mert magadban is tisztán látod, hogy hibázol-e vagy sem, és ugyanúgy nem azonosulsz vele, de felelősséget vállalsz érte. Mi következik ebből, hogy a környezetedben is ezt a magatartást meg tudod valósítani? Lelkesednek az emberek azért, hogy belássák a hibájukat, mert abból nem következik, hogy ők rosszak vagy bűnösök lennének. A rossznak, a bűnnek az emberre ragasztása mindig nagyobb és nagyobb szenvedést és hibát eredményezett. És nem a felelősséget kell levenni, a szemet kell kinyitni, és a látás lehetőségét megteremteni. És ahogy ezt magadban megteremted, úgy ezt a lehetőséget másnak is megadod. Amikor arról volt szó, hogy a a helyes út, és annak a következménye, ami fájdalmat szül, vagy harmóniát, akkor úgy az ötlött fel bennem, hogy a, a Jézus Krisztus által mutatott út, hogy azt, azt látom, hogy az önvalónkhoz vezet mindkét út. Az az út, amiről te beszélsz, és az, amit, ami, amit Jézus Krisztus mutatott, ugyanaz az út, ezt látom. Viszont azt is látom, hogy, hogy amikor itt arról van szó, hogy a fájdalom, akkor, akkor Jézus Krisztus belement a fájdalomba. Most azért teszem fel ezt a kérdést, mert ugyanebből a kultúrából származol te is, tehát a, a, a többségi keresztény kultúrából, hogy hogy látod ezt, tehát, hogy segíts nekem látni ebben az egységet, tehát a két, a két útban az egységet. Nem látom a kétséget. De én lát, tehát engem ez elakaszt, pontosan ezért kérem a segítséget. Mi az, ami elakaszt? Tehát a, a, fájdalom igazából. Tehát a... a fájdalom csak fájdalom. Az öröm csak öröm. Az egyetlen egy érvényes lélektől lélekig való kapcsolat az a szeretet kapcsolat. Mindennek az alapja ez. Ha elérem igazi önvalómat, mely a másikban ugyanaz, a buddha természetünket, más szóval, amely minden emberben ugyanaz, akkor ezzel az egységélménnyel tudom ezt a szeretetet megvalósítani tapasztalati alapon, és nem pusztán érzelmi alapon. Ahogy ezt az előbb mondtam, ezek az érzelmek keletkezettek. Honnan keletkeznek? Csak is ebből a tapasztalatból keletkezhetnek. Különben kifogy az energia, kimerülünk. Úgyhogy módszerében más, kultúrájában természetesen más. Nem biztos, hogy nagyon más, hiszen azt tudjuk, hogy legalább 17, lehet, hogy 19-20 évig Jézus keleten volt, és nagyon komolyan gyakorolt. Tehát a 12 és 32 éves korak között, hogy pontosan mi történt, azt nagyon-nagyon nem tudjuk. Rengeteg kutatás volt, Például nagyon módszeres német kutatók végigjárták azt az észak-indiai utat, ahol feljegyzések vannak róla. De ez, ez történelem. Az ennek nincsen egy olyasféle fix történelem szemlélete, nagyon sokféle történelmi interpretáció, és mindenkinek lehet lét, létjogosultsága, ezt nem tudjuk. De az, ami tényleg összeköt minket, az kultúrák feletti, vallások feletti, és így nézettek, ruhaviselet és egyebek feletti. Az en a saját módszerével pontosan ennek a megtapasztalását és megtalálását teszi lehetővé, és ha úgy érzed, hogy ez akkor más utakkal is közösséget mutat, nagyon fantasztikus, gyönyörű. Mások ezt nem biztos, hogy így érzik. Viszont azt nem látom, hogy miért, vagyis mi haszna van ennyi útnak. Tehát a, igen, tehát a fájdalomba. Miért való... kell annyi zöldség a piacra? Nem lehetne kettő-három hagymaféléből megoldani? Rengeteg van. Azért, mert ez a sokféleség, ez nekünk szól, nem vagyunk egyformák, mint emberek. És pontosan azért, hogy mindenki találjon magának zöldséget a piacon, sokféleségre van szükség. Mindenki találjon magának szellemi utat, rengeteg vallásra van szükség. Ezeknek a minősége dönti el, hogy számunkra követhetőek-e vagy sem. Hogy elvezete az úton oda, hova szeretnénk menni lelkileg vagy sem. Úgyhogy én remélem, hogy mindannyian megtaláljuk azt az utat, amiben hiszünk, amin szeretnénk menni, hogy mindannyian elérjük a felébredést, és megtaláljuk azt a lényeget, amely közös mindannyiunkban, és ez nem a karmánk, pont a karmánk nem az. Úgyhogy ami e fölött van, ami ez a lényegi, nem kettősségre alapozódó tapasztalás, az lehet a miénk. Ezáltal az egyévállás megtapasztalásával tudunk igazából szeretetteli kapcsolatban élni, és segíteni egymásnak és ennek a világnak. Köszönöm a figyelmet!